Sziasztok, üdvözletem minden Káptalan Fidetről, és hosszú szünet után ismét lesz egy vonalbejárás. A már rég megszűnt Veszprém alsójos vonalat fogom most bejárni, de nyilván mi egy részén kerékpárút épült, nem gyalog, hanem rollerrel, egy kicsit gyorsabb lesz. Hát az a régi Veszprém alsójos vonal az valahol itt ágazott ki Káptalan Fidetnél, majd mindjárt megnézem a térképen, és próbálom majd, ahogy lehet majd követni a nyomvonalat. És a végén majd meg fog érkezni Veszprémbe, és majd onnan valamik másik vonattal kell hazamenni. És akkor ezt nézzétek, itt vagyunk a 71-es útnál valahol, és térkép szerint valahol itt jött fel a vasút, csak itt nem lehet követni már a nyomvonalat. Úgyhogy el kell menni majd a következő mellékutcáig, amit letér erre, és akkor ott tudok majd visszamenni a töltésre. És akkor egy gyors látkép a Balatonra, és egyébként itt alattunk van valahol a vasút. Mostani 29-es, ott látszik is egy jelző ott a háttérben. És a régi alsósi vonal az itt párhuzamosan ment egy dolog mellette. A Káptalan-Füredi állomáson, most már ugye nem megyek vissza, mert elfelejtettem ott lefotózni, de majd képet kerítek róla. És látszik, hogy ez egy szigetperonos kialakítású volt, tehát az állomásnak a túloldalán is vágányok voltak, és az volt ez a Veszprém alsósi vonal. És egyébként ott valahol arrafele volt egy híd, amin keresztül itt átjött a 71-es főút felett, és szerintem az a... De mennyi van, mindjárt közelebb zoomolok, mert szerintem az a kis beton darab, amit látszik, a benzinkúttal szembe kb. Az az egyik pillérje lehetett. De meg kell közelebb menni, és akkor ott megnézi, de szerintem ott ment át a... Tehát valahol itt volt a híd, és itt jöhetett maga a vágány. De majd meg kell bevágni a fentről.hu-ra is képeket. Hát, ha még látszik, bár ugye... Ezt a vasútvonalat 1968-as koncepció keretében szüntették meg, valamikor 1970 környékén, tehát lehet, hogy még műholdképet csak fogok róla találni. Én 1972-73-asokon már. És akkor valami tényleg úgy volt, hogy szinte azonnal el is kezdték felszedni a sineket. Tehát elméletileg a koncepció tartalmazott egy ilyen kitételt, hogy egy évig a megszüntetés után nem szabad a sinekhez nyúlni, hogy hát, ha mégse válik be a közúti pótlás, és mégis vissza kell a vasútat állítani, de ilyen sehol nem történt, és az egy éves üdelmi időt is szinte sehol nem tartották be, szinte azonnal elkezdték a sineket felszedni. Bemutatom nektek itt a vonalbejáró rolleremet is. Mivel a vasútvonal egy szakaszán bicikliút épült, ott nagyon jó szolgálatot fog tenni. Hát sajnos itt Zsák utca van is, és ráadásul itt mellettünk pedig magánterület, úgyhogy a pillért azt nem tudom közelebbről megnézni. Na, látjátok, erről beszéltem az előbb, hát ennél jobb felvételt nem tudok róla csinálni, viszont nekem ez nagyon gyanús, hogy ez volt az a híd, ahol a sinek átjöttek. És itt egy ilyen ívet vett, és úgy ment tovább a vonal. És mindjárt meglátom a déli részét is. Szerintem a másik pillérje meg itt lehetett, ahol ez a benzinkút épült. Tehát ez nagyon gyanús nekem, hogy ez így volt, és itt már simán mehetett így ívvel a vasútig. És a meglévő 29-es mellé be tudott csatlakozni. Térképen is megmutatném, mi a helyzet. Ott az a zöld nyíl, az vagyok én, és a vasútnyomvonal ott van bejelölve, tehát szerintem itt fel tudunk menni azon a szaggatott vonalon jelzett az én, és akkor utána ott már nagyjából lehet követni a nyomvonalat, tehát itt ezen az úton kellene fölmenni. Hát ezt nézzétek, ezt a bicikli utat, hogy ki van jelölve felhajtónak. Na ezt nekem például gyanús, hogy lehet, hogy itt jött fel a vasút, bár szerintem nem, mert a térkép az nem pont itt jelöli, hanem egy picivel arrébb itt a hídnál, tehát szerintem az a szembe lévő utca lehetett. Az egyik, ahol jöttek a sinek. És ha mindjárt megfordulok, és megmutatom, hogy milyen helyzet a másik oldal. Tehát, hogy itt errefele ment tovább, és ez már a térkép is így jelöli, hogy errefele ment tovább, és a bicikliút is erre van kijelölve Veszprém fele. Tehát akkor most ezt követem, és akkor meglátjuk, hogy meddig jutunk. De itt a térkép szerint is egy darabig itt a régi nyomvonalon fog menni. Na ezt nézzétek. Tehát nyomon vagyok, ez látszik, hogy esetleg egy kilométerre van egy kiállított mozdony. Erről már hallottam is, hogy valahol azt hiszem egy gőzös van kiállítva. De akkor jó felem megyek. Itt a Vécsei Károly utcát kell követni, aztán meg a Töltés utcát, az pont a Töltés nyomvonalába megy. Itt akkor 2005-ben épült ez a kerékpáros pihenőhely. Balatonalmádi kerékpáros pihenő és ima helye. Igen, mert egyébként az a Veszprém alsójos vonal, ez Balatonalmádit is érintette, mi megállója is volt. Errefele. Tehát itt, ha megyünk tovább az úton, akkor Balatonalmádét is érintjük. És ide nézzetek. Csak egy kereszteződését jöttem, és újabb nyomok a vasútra. Ez a mellék utca, bizony nézzétek meg, hogy nincs leaszfalt hozzá, viszont vasúti betonaljakból van kirakva.
Ez valószínűleg, amikor megszüntették a vasutat, akkor az aljakból rakták ezt így ki. De ezek bizony nagyvasúti betonaljak. És látjátok, még most is a töltése vagyunk, és szerintem itt ment a vasút valamikor, és ide épült a kerékpárút. Ami kicsit érdekesebb lelet, 375-ös gőzmozdony ide kiállítva, és az emléktáblán is látjátok, ez a alsó és Veszprém vasútvonalnak állít emléket. Gazdaságtalanságra hivatkozva számolták fel egyébként, ami nem volt igaz akkoriban se, tehát ennek más oka volt, hogy felszámolták, inkább politikai oka volt, mint gazdasági. Egyrészt a Veszprémen az épülői utasi lakóteletnek úgda volt a vasútvonal, mert pont az nagyon vonalon ment, másrészt meg közel ment a pártházhoz is, és a vonatok zaja zavarta párttagokat. Tehát igazából a felszámolás az úgy történt, hogy ez 1968-as koncepcióra azért annyit tudni kell, hogy két számot adtak meg, a teherforgalom és a személyforgalom, de egy előírt minimálisat, és az úgy volt megállva, hogyha bármelyik nem éri el a kívánt értéket, tehát nem volt követelmény, mind a kettő elérje, hanem hogyha bármely nem, akkor lehet vizsgálni egy vasútvonalat, hogy az most érdemes-e megtartani, vagy nem. Még egyébként maga a koncepció is hibás tényeken alapult, meg a számítások sem voltak pontosak, de ez messze menő dolog lesz, de hát ezt most ebben menjünk bele. És a Veszprém vonalon a személyszállítás az magasan túlszárnyalta a minimálisat, tehát azzal nem lett volna gond. Teherszállítás minimálisan elmaradt, és erre mutogattak főleg. Meg volt egy esős napon végzett utasszámlálás, egy esős munkaszüneti napon, amikor az utasszáma vártnál azért nyilván kevesebb volt. És egyébként a korabeli filmhíradók is megemlítik 1970-ből, hogy a vasútvonal kiváltására 50 milliót kellett költeni közúti fejlesztésekre, tehát gyakorlatilag buszfordulókat kellett építeni, közutakat is egy-két helyen, ahol a busz el tud menni. És annyi utas volt, hogy még külön balkaszokkal, ez is benne van a filmadóban, majd ha megtalálom, akkor belakom ide a videó leírása alá. Mutatják a pályaudvarat, hogy mennek a tömött buszok és balkaszokkal mennek utána, azok viszik a podgyászokat. Tehát ennyi, de volt gazdaságtalan a vasút. Egyébként a vasútvonal valószínűleg el nem megy tovább. Az biztos, hogy a Töltés utcán keresztül, de szerintem arra, mert a bicikliutat jelzi Veszprém fele. És egyébként az érdekes, hogy ugyanakkor 1969 környékén, ami akkor az elég nagy összeg volt, 50 milliót költöttek arra, hogy a vasutat ki lehessen váltani közúti fejlesztésekkel, és körülbelül a feléből gyakorlatilag teljesen nullától újra lehetett volna az egész vasútvonalat építeni. Itt van az, amikor Balaton-Almádi felől elfordul a vasút, és valahol itt is lehetett egyébként egy megállóhely vagy állomás, de annak szerintem már semmi nyoma nincs, és én nem vettem észre. Valahogy ott jön a biciklis, ott az már a vasúti töltés, és ha minden igaz, akkor valahol egy kicsivel arrébb a régi remetelőgyi megállóhely épülete az még megvan. Úgyhogy egyenlően akkor tovább Szent Király szabadja fele. Tehát ez volt a remetelőgyi megállóhelynek az épülete. Ott látjátok azt a T betűt, tehát a pályatelefonnak a jele még rajta van, egyébként nagyon átalakítva. Tehát ez már magánház, és így már nem nagyon látszik, hogy ez vasúti épület volt, csak így a jellegzetes alakokról. A tipikus vasúti épületeknél, mert akarok kicsit jobban belesni. És ott látjátok, ott a melléképület is ott van. Ez is ekte vasúti volt. Az épületnek a formájáról látszik, hogy ez bizony valamikor egy vasúti megállóhelynek volt az épülete. És ezt nézzétek, ezt az épületet itt a másik mellett nagyjából. Tehát el tudom képzelni, hogy ez is vasúti jellegű volt. Nem annyira látványos, mint az előző, de szerintem. Igen, és látjátok, ez már abszolút a vasúti töltés. És itt jött ki az erdőből a vonat alsó és felé, és itt egyértelműen a kerékpárút az egykori vasúti nyomvonalon halad. És szerintem Szent Király szabadjáig ez ki is van építve, de hát majd kiderül. Itt azért némileg gyorsabban lehet haladni, és most már nem is emelkedik. De előbb-utóbb szerintem lesz egy lejtő szakasz, és itt a Balaton-Almádiba ideig csak emelkedő volt. És közben sikerült kikevetetni az erdőből. Látjátok. Itt a töltés még mindig követi a bicikliút, ugye arrafele tovább Szent Király szabadja. És még mindig enyhén emelkedik. Nézzétek, úgy közben megálltam kicsit enni, meg inni. Ez a zöld konyhája nevű Zéó, Szent Király szabadja és Balaton-Almádi között van a bicikliúton. És látjátok, itt vagyunk zsíros kenyér, meg helynekben. És egyébként itt vagyunk, csak hogy csináljunk kis reklámot is a helynek. Szevasztok, akkor itt látjátok, hogy még mindig a vasútvonal mentén megyünk, itt még a töltés is látszik, bicikliút épült a helyére. És ami érdekes, valamit most találtam, ezt a házat, ha megnézitek, ez biztos egy vasúti épület volt. Tehát itt tehát ez a vakolat dísz, ez mutatja, hogy ez biztos egy vasúti épület volt, még ha át is lett az alakítva. Tehát nyilván ezek a
sötétítők, nem tudom, minek hívják ezt a... Ezt a ezért vihar ellen használták a régi palaszházaknál ezt a létreját akarja az ablakot. A megállóhelyét nem volt, Szent Király szabadja az arrébban. És ha minden igaz, akkor az állomás épület ott is áll, de... Ebben nem vagyok biztos, de... Szeretem kézzel, hogy itt valami tér közel lehetett, vagy pedig volt itt egy átjáró, és akkor azt fedezték innen, mondjuk sorompóval, vagy ilyesmi. Tehát lehet, hogy sorompóért hely volt. Hát nem tudom, tovább megyünk, aztán hát ott találok valamit. És akkor innen jön a dolgok nehezebbik része, mert a vasút az valahol ott ment, bár szerintem inkább itt az erdőbe. Itt a fák határoló területen, de hát ott meg nem tudom követni, mert nincs út, úgyhogy itt mellette kell menni. És itt már nem lehet rólerezni, itt már csak sétál. Szerintem itt a fák jelölik a nyomvonalat, mert itt már a bicikli út eltér a valós nyomvonaltól. És valahol itt lesz a Szent Király szabadjai vasútállomás. Állítólag áll még az épülete, hát majd mindjárt kiderül. GPS koordináták megvannak, mert egy kicsit előrébb kéne, hogy legyen. És akkor itt a földút mentén ment a vasút, azt látszik, és itt van az állomás épület. Jobban nem tudom megmutatni, viszont a mávos kerítést azt látjátok. És itt van a háttérbe. De hát ezt lakják ráadásul. És elég messze van magától a falutól, plusz ott a háttérben is van egy épület, az is biztos, hogy vasúti érdekeltség volt. És ott is, tehát és ott nem biztos, hogy barátságos emberek laknak, azért nem megyek közelebb. Mert elég érdekes zajok szűrődtek ki, amikor elmentem mellette itt a fák mögött. De lehet, hogy az volt egyébként az eredeti állomás épület, és ez csak egy melléképület, hát vagy fordítva. És ott látjátok, itt a semmi közepén ment a vasút igazából. Szent Király szabadja volt az egyetlen település, amelyik a megszüntetéssel hát nyerhetett. Már azt nem tudom, hogy pontosan a buszok hogy mentek, de hogy a vasút az ez az egyetlen település, amit nagyon messze elkerült. A következő megálló, ami jönni fog, az Meggyes puszta. Hát itt meg abszolút a vesztesei voltak a vasút megszüntetésnek, mert Meggyes pusztára nem járt be a busz. Akkoriban se tudod bemenni, és most se tud. Tehát gyakorlatilag Szent Király szabadja, mondhatod, hogy ő volt az egyetlen nyertese annak, hogy megszüntették a vasútvonalat, és buszokkal pótolták, mert a busz az... Hát ide biztos nem jött ki, tehát hogy akárhol is állt meg Szent Király szabadján, biztos, hogy közelebb volt, mint a vasút. Tehát ennyi, de minden más a település csak vesztett rajta, mert Balaton-Almáriában is jó helyen volt mind a két megálló. Ugyan, volt még egy megálló, amit nem mutattam be, csak így később ránéztem, hogy nem találtam meg az épületet, pedig megvan még, ahogy láttam a képen, csak már át van alakítva. Az ott a kiállított gőzmozdony környékén van valahol. Ott egy picivel visszább. Tehát az is mondhatni, hogy jó helyen volt, még talán jobb helyen, mint a másik vasútállomás. Legalábbis magához a település központjához közelebb van, hát a Strandhoz már kevésbé, de a Strandhoz közelebb van a 29-es vonali jelenleg is üzemelő megállóhelye. Hát mindegy, akkor most nincs mit tenni, folytatjuk az utunkat. És itt van Meggyes puszta állomás épülete, és a sírek azok valahol a túloldalt voltak, de ennyi látszik belőle. Megmutatjuk a másik oldalát is. Itt látszik, hogy ott volt a pénztár, meg ez lehetett a váróterem. Itt látszik, ez tipikus vasútépület. És akkor lássátok felém, az elmesélet megmutattuk, viszont a vasút az ott megy tovább, valahol ott az épület van. Talán annyi legyen esély, viszont arra nem lehet menni, mert egyszerűen nincs út. Tehát itt nincs más lehetőség, mint kimenni. Itt errefele mutatom. És szerintem ez kivisz valami műútra, ami be lehet menni Veszprémbe, és aztán, hogyha beértem a városba, akkor majd megpróbálok valami utat keresni, vagy legalábbis minél jobban követni a vasutat. De hát ez sajnos másképp nem megy. Hát hiába itt, ahol már 40 éve felszették legalább a vasút, sőt, már lassan 50 éve nincs vasút, ott már a nyomvonal sem mindenhol van meg. Ezt nézzétek a 8-as főútról, ugye van egy kerékpárút, ami erre jön, és itt visszatér a vasút nyomvonalára, meg kell megmutatni, nehéz, és onnan jött az alsóörsi vasút, eddig, tehát ott a gazba azért mehetőnek a nyomai, viszont itt a kerékpárút az már a vasútnak, az már a vasúti töltésre épült. Itt errefele nézitek, ez már a vasúti töltés, tehát erre fogok én is most tovább menni egyenesen. Itt ismét kerékpárút épült a töltésre. És akkor látjátok, itt megint a kerékpárút, itt elválik a egykori vasútvonal nyomvonalától, de itt ezen a földúton futott egykor a vasútvonal. Hát remélhetőleg el lehet menni a végéig. Én mindesetre megpróbálom, aztán megyek, ameddig tudok. És immáron Veszprémnek a belterületén vagyunk. A vasút az valahol itt jött,
És itt volt egy állomás, ezt mindjárt megmutatom, az épülete még megvan. Veszprém ipartelepek állomás volt. Most éppen Banzai biztodónak hívják, és úgy látom még működik is. Viszont az ivóvíz csak az lehet, hogy az a vasutas múltat jelenti. Ki akkor egészségetekre. Iszok egy finom csapolt sört, úgy is nem. Ez itt a régi állomás épület. Nem igaz. Így helyesen, hát azóta már némiképp szerintem át is lett alakítva, plusz ugye már más funkciót is kapott, de legalább megvan, és itt van a pláza egyébként mellette. És az alsóösi vonal, az még ott ment tovább. De ott már a jelenlegi Veszprém állomása, mert egyébként ez volt az eredeti Veszprém vasút állomása, amelyik a belvárosban volt, legalábbis így közelebb a centrumhoz. Látjuk, már mindjárt megnézzük a másik oldalát is. Nézzétek, meg ez volt az utcafronti része. De hatalmas nagy épület volt ez. És akkor innen már a következő állomás az a jelenlegi Veszprémi lesz. Hát közben meg már biztos, hogy semmi nyomot nem találok, mert felépült a nyomon egy lakótelep. De ha mégis lesz, akkor megmutatom nektek. És akkor látjátok, most megint rátaláltam a vasútnyomvonalára. Itt követi a kerékpárutat. Így ment tovább a vasút, tehát majd ezt fogjuk követni. És itt az egykori pláza mögött jött el, ahol ugye a régi vasútállomás is van. És akkor lássátok fel, hogy itt vagyunk a Haszkobó utcán, és a vasút is itt jött. Nagyjából itt a járdán, ahol én is most le fogok gurulni. Szóval innen elég faszán lejt majd az út, úgyhogy rollerre gyorsan meg lesz. Aladi vértanúkig kell ezen az utcán menni. Még egyszer mondom, Haszkobó utca. És majd ott fog elkanyarodni a Jutasi lakótelep felé a vasútvonal. De akkor most is simán be lehet járni, úgyhogy most aztán gurulásra fel. És akkor lássátok fel, itt vagyunk Veszprémbe. És hát akkor ennyi volt az alsóösi vonalbejárás. Látjátok a háttérben a BZ-t, az megy szerintem Győr fele. Nagyon másfele BZ-vel innen már lehet menni. Mellettünk itt van a Szombathelyi gyors, az is mindjárt indul kifele. Ora 2 perckor, 7 perc múlva a harmadik Mi is 22-kor indulunk. Sziasztok, köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Ennyi lett volna a Veszprém alsó és vonalbejárása. Úgyhogy majd találkozunk a legközelebbi vonalbejárás videóban. Most, hogy most már hűvösebb idő lesz, szerintem több vonalbejárást fogok csinálni. Ilyen ősszel már igyekszem minél többet, ahogy időben engedi. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!